Mindazok számára, akik befizették az utazást, de nem jutottak el a nyaralásra, az utazási iroda fizetésképtelenné nyilvánításával automatikusan életbe lépett az utazási biztosítás. A károsultaknak levélben vagy személyesen kell kérniük a kártalanítást. A benyújtott kérvények számától függ, hogy a teljes összeget visszakapják-e a polgárok. Amikor látjuk, hogy mennyi kártérítési kérelem érkezik be, hogy a kár mikor keletkezett és milyen jellegű, ezen kívül, hogy mennyit fed le a biztosító, csak akkor fogjuk tudni, hogy a kért kártérítési összeget ki tudjuk-e teljesen fizetni, vagy csak részarányosan csökkentve. Alekszandár Szenicsics, a szerbiai utazási irodák országos szövetségének igazgatója elmondta, jelenleg a biztosítási társaságoknak segítenek, és hozzátette. Annak ellenére, hogy a Subtravel a szövetség tagja volt, felelősség terheli azokat, akik a működési engedélyét kiadták és felügyelték a munkáját. Nekünk nincs felhatalmazásunk ellenőrizni az ügynökség pénzügyeit, sem a belső munkáját. Az engedélyt a Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium adja ki. Ő az, aki engedélyezheti ezt a munkát. A polgárok augusztus 24-ig nyújthatnak be kártérítési kérelmet. A biztosító társaság kéri a károsultakat, hogy minden szükséges okmányt adjanak át. A kártérítés kifizetését várhatóan szeptember elején kezdik el.